Köszöntünk mindenkit Levendula virágműhelyünkben. Most Grinch fát fogunk készíteni. Úgy gondoltuk, megmutatjuk nektek, hogy otthon akár gyerekekkel közösen, hogy tudtok elkészíteni egy kisebb életű Grinch fát. Mint látjátok, a forma az így néz ki, mint itt található, de mi egy kisebb kis kerámia kaspóba gondolkoztunk, hogy akár asztalra elhelyeztetjük is, mint egy Grinch fát készítettek otthon saját kezüleg. Amire szükségetek van, zsúló, mi normand fenyőt választottunk, de lehet akár tujával is körbe ölelni a Grinch fát, drót, tűzőha, ragasztó pisztoly. Kezdjünk hozzá, fogjunk hozzá. Tűzőhabot belehelyezzük az alapunkba. Zsúlóból próbálunk egy nagyobb méretet középre elhelyezzük. Beragasztó pisztolyozzuk, hogy minél stabilabb legyen az alapunk. Tömőnek megpróbálunk egy pár tujaágat közé beszúrni. Körbe-körbe folyamatában szúrtuk, hogy egy kicsit tömörebb alapot, egy ducip formát kapjatok. Egy vastagabb drót, 1/2-es drót segítségével körbe tekerjük az erősebb fászárunkat. Ezt fogjuk majd hajlítani a későbbiekben. A zsúlónkat megpróbáljuk szépen egymás mellé körkörös mozdulatokkal forgatjuk a kaspónkat, körbe szórni az alapot. Ha ezzel meg vagyunk, összefogjuk az alapunkat. Drót segítségével összekötjük, hogy lássuk, hogy áll. A kis fenyő ágainkat, én normand fenyőt használok, de ugyanúgy lehet akár nobilis fenyőt, vagy luc fenyőt is használni. Körbe legyen az alapunk ölelve. Tekersdrót segítségével, ez egy 06-os tekersdrót, körbe tekeritek a fát, a Grinch fát. Kerülnek a hangsúlyosabb termések, kiegészítők, felülre meg a kis pomponok. Arra gondoltam, hogy ezt egy klasszikus kiegészítőkkel, kütyükkel díszítsük. Alulról kezdem ugyanúgy, nagyobb terméseket használva. Lehet egy oldalasan is díszíteni, hogy az elejét díszítjük, vagy lehet körbe. Úgymond hungarocell kis golyókat ragasztunk a Grinch fánkra, szétszórva. Nagyon kis dekoratív, és olyan, mintha hópihés lenne. Ebből lehet akár minél többet szétszórva fölragasztani, mert nagyon kis dekoratív és nagyon mutatósá teszi a Grinch fánkat.